Köszöntünk mindenkit a Nők az úton következő adásában. Mikor érnek el egy váltóponthoz a nők, hogyan lehet ezt felfedezni, és miért van annyi változás, változtatás mostanában? Ez lesz a mai témánk, Csorba Anita vagyok. Sziasztok, én pedig Szlavka Éva, a vendégünk pedig Békési Olga, a Női Váltó magazinnak a vezetője. Köszöntünk, hogy eljöttél. Talán nem is hívhatunk volna jobb szemét ebben a témában. Ó, de kedves, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Én magam is váltó vagyok, karrierváltó, abszolút. Én azért 18 évet, én abszolút a médiából jövök, 18 évet dolgoztam Magyarország vezetőkereskedelmi tévéjénél, híradónál, hírigazgatóságon, híradó 21. század házon kívül, talán még valakinek mondanak ezek a műsorcímek valamit, és aztán megszületett az első gyerekem, akkor még visszamentem, de azért ezt tudnotok kell, például amikor az ember híradózik, az napi 7 nap, heti 7 nap, és hát nem egészen 6-8 óra, hanem inkább 10, de hogy ezt az ember szerelemből csinálja, rengeteget tapasztalunk, és még az első gyerek után, amikor visszamentem, akkor még ezt meg tudtam csinálni részmunkaidőben, heti 3 napba. A második után viszont már éreztem, amikor a második gyermekemmel várandós voltam, hogy ez már nem fog menni, tehát hogy mindig bennem volt a gyomorgörcs, hogy a férje multiból odaér-e a gyerekért a bölcsibe, nem felejti el, mit tudom én, 4:30-kor bezár a bölcsöd, és bezárta a magánbölcsi, az állami bölcsinél, ugye a második gyereknél meg már az volt, hogy 4-kor kiállt a bölcsisnél és nézte az óráját. Tehát egyszerűen van az az élethelyzet, amikor már nem megy az, hogy hétvégén, karácsonykor, húsvétkor minden nap dolgozol, és bennem is érett az, hogy váltani kell, és igazából a kicsi volt 1 éves, amikor jött egy felkérés, hogy csináljak egy sajtótájékoztatót valakinek, és akkor így valahogy így adódtak ezek a kérések, ugye mindig azt mondtam, hogy majdnem mindenki az RTL-ből jött, de ez nem igaz a médiában, de hogy nagyon sok helyen dolgoztak a kollégák, és akkor egy nagyon jó kapcsolatrendszerem volt, és adódott a kommunikációs cég. De emellett ugye ezt elkezdtem csinálni, építeni, és nagyon jó volt, és nagyon szeretem, most is csinálom, de mindig azt foglalkoztatott, hogy más hogyan csinálja, hogyan lehet egyébként gyerekek mellől dolgozni, vállalkozást építeni. Egyáltalán, tehát azt gondolom, hogy egyszerűen sokszor érzem azt, hogy kevés az a 24 óra. Mennyire jól ennek? Nem aludnánk. Néha nekem is a szembe jött. Vagy csak napi 4 órát. Igen, plusz 4 óra. Igen. De hát, és akkor mindig mindenkit erről kérdeztem, és évek óta bennem volt ez, hogy kellene egy ezzel foglalkozó online újságot, online magazint készíteni, és akkor hát nagyon sokáig készültem rá, meg kerestem azokat az embereket, akik szívesen írnának, és az volt igazából a cél, hogy ez egy ilyen közösségen alapuló, közösségi média csatorna legyen, úgymond, szép szóval kifejezetet, egy olyan közösségi oldal legyen, ahova bárki írhat. És ennek a helyszíne egyébként a nőiváltó.hu, tehát ezt mondjuk ki, mert érdemes nektek is megnézni. Így van, és aztán ez megvalósult. Először felkerestem bloggereket, akik elkezdtek írni, és nagyon jó érzés, hogy folyamatosan jelentkeznek újságírók is, bloggerek is, olyanok, akik csak szívesen megírnek a váltásuk történetét, mert ez sok mindenkinek egy ilyen, tehát azt látom, benne vagyok nagyon sok ilyen vállalkozó mami csoportba, hogy inspirálódni, másokkal inspirálódni, például nagyon, nagyon sokat szeretnének mások példájából, hogy ki hogyan kezdte, hogyan lehet elkezdeni úgy, hogy te még dolgozol, karriert váltani, elvégezni egy másik iskolát, vagy elvégezni, vagy egyszerűen csak azzal foglalkozni, amit nagyon szeretsz. Mert hogy mozgolódunk, és hát ugye eddig nem ez volt a jellemző, hogy te megvalósíthatod önmagad, ez igazából mostanában kezdődött az elmúlt jó pár évben legalábbis úgy általánosságban, hogy igen, akkor nem érzem magam jól a munkahelyen, hát akkor lehet, hogy nem egy következő ugyanilyen munkahelyre van szükségem, hanem hogy mit szeretnék. Biztos, hogy ezen a szakterületen belül szeretnék egyáltalán dolgozni? Tehát, hogy olyan kérdéseket feltenni magunknak, amiket eddig nem gondoltunk, és nem volt alapvető hát dolog. Még most, hogy így a nyugdíjhatár is meg minden tolódik ki, tehát az van sokkal több van előttünk egy gyerekszületés, gyermekvállalás után, mint amennyi mögöttünk, tehát hát hogy van 10 év vagy 15 év mögöttünk, és egyébként 35 előttünk, tehát hogy érdemes, hát érdemes olyat csinálni, amihez kedvünk van. Meg olyan brutál gyorsan változik minden, ugye szokták mondani, hogy a mai óvodások, 10 óvodásból 7-nek olyan munkahelye lesz, ami ma még nem is létezik. És szerintem ez már nem csak az óvodásokra igaz, hanem akik lassan végeznek az iskolába pár éven belül, és nekem is, én is olyan munkákat végzek, amit nem is hallottam róla, meg talán nem is volt, amikor mondjuk leérettségiztem Anita, meg aztán főleg szintén az óvodát végeztem. Semmi olyan nem volt, amit most csinálok, amikor végeztem volna. Nincs rá egy szabálykönyvünk, ugye mi mit kaptunk, hogy dolgozol egy munkahelyen,
munkahelyen, ugye még a szülőktől, még a rendszerváltás előtt dolgozol egy munkahelyen, ott elvoltál, és akkor onnan elmész nyugdíjba. És ez, illetve korábban, tehát hogy van egy fix munkahelyed, hosszú távra szól, és ma már azzal valamit kezdeni, hogy nem, ez nem így van, és te bármit választhatsz, és óriási a lehetőség, ez közben jó is, de frusztráló is, tele vagyunk kérdésekkel, hát, és hát hogyan lehet ezt megvalósítani, tényleg lépésről lépésre, amiről is beszélhet. És nálatok rengeteg nő. Igen. Beszámol róla, hogy ők hogyan tudnak. Így van. Egyébként én ezt nagyon fontos missziónak tartom, hogy segítsük a nőket abban, hogy hogyan lehet, mert tehát mondjuk elkezdesz vállalkozni, oké, szuper, és de ez hogy is megy? Jó, akkor milyen vállalkozási formát válasszak? Kata, aha, és azt tudom egyedül csinálni, vagy kell hozzá egy könyvelő? Hogyan válasszak könyvelőt? Milyen telefoncsomagot válasszak? Tehát annyi kérdés van, amilyen... Tehát, hogy jó, nekem a Kata, hogyha gyereket szeretnék, és még előtte leszek egyéni vállalkozó, és ez egy nagyon fontos kérdés, mert igen, tehát már vannak cikkek a témában, és nem véletlenül, mert hogy nem biztos, hogy az a jó vállalkozási forma annak, aki még gyerekszülés előtt áll, vagy hogyha igen, akkor nagyon meg kell erősíteni. Hát ez most nem ez a mi, téma. Igen, hogy most mi a, hogyan lehet elindulni, uh-huh. Igen. Azért ennek nagyon sok veszélye nagyon sok is van. Meg vetülete is rengeteg van, abszolút. És akkor egyrészt van egy csomó vállalkozónő, aki leírja a maga történetét, amiből nagyon sokat, és őszintén akár a bukásokat is, mert szerintem a bukásokból is nagyon sokat lehet tanulni. Akkor vannak kócsok, akik próbálnak segíteni, és azt mondani, hogy nem is az, hogy merre indulj el, de tulajdonképpen bennem is nagyon sokszor kérdés az, ha már kócsokról beszélünk, hogy ma már mindenki kócs, és itt elnézést kérek mindenkitől, de tényleg hogyan válasz ki azt az embert, aki segít téged ezen az úton? Mert szerintem az jó dolog, ha az ember rájön arra, hogy ő nem képes erre, hogy egyedül véghez vigye ezt a karrierváltást, vagy igazából nem látja, hogy mi az, amiben azt érzi, hogy nem jó az, amit most csinál, és hogy nagyon jó lenne valami más csinálni, de mi legyen az, és vannak abszolút karrierkócsok, és nagyon jó, hogyha ők segítenek ebben, de kit válasz? Mi alapján válasszál? Nagyon nehéz szerintem, nagyon-nagyon széles a kínálat, és olyan jó lenne, hogyha ebben is lenne fogóckodó, és ebben is próbálunk, de hát igazából annyi tervem van, hogy mindezt megvalósítani, igen, tehát hogy azért mi októberben indultunk, még jócskán van előttünk sok minden. És már így is azért elég sikeres az oldal, úgyhogy minél többen érdemes csatlakozni, és hát inspirálódni a történetekből. Mesélsz egy-két olyan sztorit, vagy egy-két olyan történetet, ami most így hirtelen eszedbe jut, hogyha... Igen, pont engem is ez érdekel, hogy mi az, ami eddig a legnagyobb hatással volt rád. Nagyon sok történet, most a legutóbbi, az nagyon mélyen érintett Nagy Judité, aki tévésműsorvezető volt, és talán, hát tudjátok, régen bemondónők köszöntettek minket a Királyi TV-ben, ő is ilyen volt, és aztán híradót vezetett, és egyszer csak eltűnt a TV képernyőjéről, és volt... Mögött. Ő az a fekete, vagy ilyen sötét barna rövid hajú. Igen. És nagyon érdekes volt a története, tehát hogy mi van akkor, amikor a tested folyamatosan jelez, hogy nem jó úton vagy, tehát hogy egyszerűen nem érezte már annyira jól magát, ugyanáll volt egy, megszületett a kislánya, ott azért ő egy nagyon veszélyes élethalál állapotba került, aztán el is ment a hangja egy évre, a lélegeztetőgépnek köszönhetően, és akkor így elkezdett gondolkozni, hogy szuper, akkor most mi mást, és akkor elkezdte kitanulni a csokoládékészítést, és de igazából nem is az volt a végső út, hanem most már coachként segít másoknak a változásban, kommunikációs tréningeket tart, de hogy egyszerűen muszáj volt észrevennie, volt egy csomó olyan jel, ami azt mutatta, hogy nem jó úton van, és hogy hajlandóak vagyunk ezeket a jeleket észrevenni, és komolyan venni, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát... Nem foglalkozunk, csak lesz valahogy. Nem foglalkozunk a kavicsokkal, csak amikor már szikla esik, csak akkor nehezebb és fájdalmasabb a változás. Így van. Vagy itt van az a történet, a Prónai Zakar Gina, én őt nagyon szeretem, PCOS tréner, tudjátok, nagyon sok nőnek van endometriózisa, igen. Vagy ez a policisztás ovárium szindróma, amivel nagyon nehéz aztán teherbe esni. És ő is ő egy tévés riporter volt, aztán PR-rel foglalkozott, és egyszer csak megérkezett a szerelem egy YouTube koncerten Írországban, egy Írországban élő fiú képében. És ő, aki itthon egy nagyon sikeres Írországban élő magyar fiú képében, és ő az, aki egy nagyon sikeres újságíró volt itthon, volt egy saját edzőterme, kiköltözött egy
hát majdnem egy évvel ezelőtt, és teljesen a nulláról újra kell kezdeni ennek. Engem ez is nagyon érdekel. Mi van az, amikor 40 évesen te egy teljesen másik helyen, teljesen újból kell kezdjed az egészet, nem fogadják el a diplomáit, semmit, és most építi újjá magát, és mellesleg ugye ír nekünk a női váltóba hasonló történeteket, olyanokat, akik egyszer csak úgy döntöttek, hogy akkor adnak maguknak egy esélyt, és valahol máshol megpróbálják. Minden nehéz, tehát ugye itt jön szóba a rugalmasság, mint szemléletmód, amit már minél korábban el kellene tudnunk sajátítani, és mert hogy az élet az ilyen, tehát ezek a hullámvölgyek, hullámhegyek, és hát küzdhetünk az árral, de dönthetünk úgy, hogy egy szörfdeszkára állunk, és akkor menjünk úgy a hullámon, mert egyszerűen igen, nagyon sokszor kell újra kezdeni, és nem az, hogy nem szabad megijedni attól, hogyha egy ilyen helyzet elé kerülünk, hanem egyszerűen akkor belemész, és megcsinálod, és ha egyszer megcsináltad, akkor tudsz magadból töltekezni, nem, hogy képes voltam rá, hát akkor egy másik szituációban is képes leszek, talán ez egy fontos, igen, amit trenírozhatunk magunkban. Én azt gondolom, hogy a mostani éveknek a legnagyobb, vagy az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy újra tud mindig kezdeni, hiszen annyira gyorsan változik minden, és nem is azt értem ez alatt, hogy akkor mindig a nulláról, de egyszerűen mindig nyitottnak kell lenni az új dolgokra, kipróbálni, megérezni, hogy az hozzád mennyire áll közel, és akkor azon tovább minden közel áll, ha nem, akkor elengedni. Tehát, hogy egyszerűen annyira sokat változik, igen, és ezzel a változással együtt kell haladni, hogyha ha ki akarsz teljesedni, és sikeres akarsz lenni. Hát meg nagy a bizonytalanság, és például a bizonytalanság szóról is nagyon sokan, amikor én szabadúszó lettem, mert 4 éve, akkor úgy gondoltam, úristen, szabadúszó, tehát ez a és akkor hogy van, mit tudom én, fízbevétel, hogy nem kapod évelején, vagy évelején, hó elején a fizetésedet, akkor ez hogy csinálod, hogy ez mennyire bizonytalan, és akkor itt érdekes egyébként visszakérdezni, hogy miért az ő helye, az mennyire biztos és fix. És az már csak az összes többi kérdés, hogy jól érzi magát benne, vagy sem. Tehát, hogy küzdhetek én azzal, hogy ez most jó, nyilván mindennek kockázata van, de hogy megtanul, vagy megtanít az áramlatban élni és hozzászokni. Volt a World Economic Reportnak egy felmérése arról, hogy a szabadúszókról meg a freelancerekről, és ők azt mondták, hogy 2030-ra Amerikában a munkavállalóknak a fele szabadúszó lesz. Ez lassan már megvalósult, tehát ez egy nagyon komoly jelzés arra, hogy Magyarországon is muszáj lesz majd a munkáltatóknak egyszerűen figyelni arra, hogy nagyon sokan szeretnének szabadúszóként dolgozni. Egyrészt szerintem ez egy tök jó dolog. Én is több cégnek dolgozok szabadúszóként, teljesen másfajta nézőpontot hozok be a vállalat életébe. Ott vannak az emberek, akik napi 8 órában szerintem nem annyira, tehát hogy sokszor nehéz kreatívan napi 8 órában ugyanazokkal az emberekkel, sokszor ugyanazokkal a problémákkal évről évre megküzdeni, mint amikor jön kívülről egy-két ember, egy teljesen más nézőponttal, másfajta közelítési móddal, és hogy egyszerűen látni kell, ugye 2017-ben volt a World of Work Moonshot nevű verseny, aminek az volt a lényege, hogy forradalmasítsák a munkavilágát, és nagyon sok nagy cég azért csatlakozott, hogy lássák, hogy hogyan lehet azokat a silókat, hogy van egy munkahely, és te csak azon a munkahelyre mész be, felbontani, és valami teljesen más munka folyamatot kitalálni, vagy hogyan tudunk egymással úgy dolgozni, hogy felejtsük ezt, hogy munkahelyek vannak, vagy hogy csak egy cégnek dolgozunk, és teljesen más platformokat. Tehát, hogy egyszerűen tudom, hogy nagyon sok cégnél titoktartási kötelezettségek vannak, és ezért nehéz kívülről embereket hozni, de azért én már látom, hogy óvatosan így nyitogatják az ajtókat, és nyitnak, és egy-egy pozícióra, kommunikációra, PR-re, marketingre hoznak be külsős embereket. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy nem mindenki alkalmas erre. Tehát van aki vállalkozó típus, vagy szabadúszó típus, egyszerűen benned van a tűz, benned is, tehát hogy te is állandóan pöröksz, és hogy te igenis hajnal 2-kor is gondolkozol azon, hogy hogyan lehetne másként jobban csinálni. Én is éjjel-nappal igazából a cégemmel, meg most a női váltóval élek, és gondolkodom, és jönnek az ötletek, és én nem vagyok fáradt éjfélkor se. Na jó, néha azért igen, vagy bealszom az altatásba, de hogy nem vagyok annyira fáradt. Tehát, hogy mindig ezen gondolkodom, hogy hogyan lehetne jobb, hogyan lehetne más csinálni, mit lehetne csinálni, és van aki igenis az a kényelmes. Ne szeretnéd lenni 5-kor a felelős. Igen. Na, ez a legjobb.
mondat, ahogy megfogalmaztad, igen. És ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi milyen típusok vagyunk. Azok az alkalmazotti típusok, azok, akik vállalkozni tudnak, mert az egy tök jó dolog, hogy kitalálom, hogy vállalkozni fogok holnap, de hogy azt, de akkor te vagy a saját magad marketinges. Menedzsere. Így van, tehát hogy üzleti tervet kell írjál, szélszelnet kell. Egyszerűen nem mindenki alkalmas erre, és ez nagyon fontos, egyébként szerintem emiatt is jó, hogyha az ember segítséget kér az elején, hogy meg úgy kicsit így jobban belenéz önmagába, vagy egy kicsit így jobban el tud vonulni, és átgondolni, hogy alkalmas vagyok én erre, hogy mindezt egyedül csináljam. Vagy mint nálad, már látom, hogy egy csomó ember dolgozik. Így van. És az embereket kezelni kell, feladatokat kiosztani. Tehát, motiválni. Hogy ez... És ugye pont ez, amit megragadta az előbb, mint vállalatvezetőként engem, és hogy mondhatod, hogy vannak a fix emberek, és akkor oda bejárt. És amíg van egy fix csapat, akire lehet számítani, és oda bejönnek szabadúszók, addig tök jól működik, de engem például megrémiszt, amit még beszélgetésünk előtt mondtál, hogy fiatalban ebben a spirálban vannak, hogy két-három karrierspirálban vannak, hogy 2-3 évente szeretnének váltani. Ez mint vállalatvezető, ez nagyon nehéz, ugye megugrani, mert nincsen egy fix alap, amire lehet számítani, hanem mindig áldó fluktuáció lenne az, amin egyensúlyozni kell. Azért ez egy nagyon nagy kihívás. A fiataloknál ez egy nagyon fontos dolog, igen, hogy ők addig maradnak egy cégnél, amíg az számukra érdekes, amíg kiveszik belőle azt, amit tanulni akarnak, és aztán tovább mennek. És ezért küzd nagyon sok nagy cég a folyamatos utánpótlással, mert igenis mondjuk 2 évben gondolkodnak. És aztán mennek egy másik helyre, és mindenhol számukra az a fontos, nem is annyira fizetés, hanem azt, hogy minél több legyen a tudásuk, minél több fajta. Nekem most van egy keserű édes tapasztalatom, volt egy nagyon jó gyakornokom, aki nagyon tehetséges volt, nagyon jól írt, és aztán el is ment most az egyik vezetőkereskedelmi tévéhez online írónak, cikkírónak, vagy ilyen, igen, azt hiszem, merre, hogy is mondják ezt? Hírszerkesztőnek, igen, köszönöm. És akkor tudod, ott van, hogy szuper, foglalkoztál vele 1 évig, és el kell enged, mert igenis, hogy ő még ott egy csomó mindent fog tanulni. És nyilván akkor kezdheted újra. Mindenkinek ezt tanulni kell, de hogy ez is itt van a rugalmas szemlélet, hogy ehhez hozzá kell, szoktunk, és ezzel hát élnünk kell, és kezdenünk kell vele valamit. Mert még azért én nem látom, hogy ez Magyarországon azért a napi dologban benne lenne, de valószínűleg a jövőben viszont benne lesz. Hát nyitak, illetve hát ugye Magyarországban rengeteg a KKV, és a KKV-knek azért van egy speciális munkakultúrájuk, illetve ott azért nagyon szeret például a vezető minden területen benne lenni, irányítani, megmondani, még az utolsó zöld filcet is ő kiválasztani, és csak akkor bízni az alkalmazottba, hogyha ott ül a számítógép előtt. Én ettől, tehát, hogy ez, én ettől megnyúlom. Azt hiszik, igen, hogy akkor dolgoznak, miközben... Uh-huh. Na. Tehát, hogy ezt kell egy kicsit a fejekben rendbe rakni, legalább csak KKV-k esetében, és elnézést a kivételektől, nyilván ők is nagyon sokan vannak, de hogy viszont sok esetben azért még ez a sztereotípia szerintem abszolút él, hogy ott egy kicsit igen. Mert lehet, hogy a cég, sőt, szinte biztos, hogy a cégnek is jó egy friss szemlélet, amit mondtál te is, Olgi, illetve, hogy ugye nem kell akkor bejelenteni, önmagát szemlézza, kevesebb bekerül, miközben kevesebben dolgozik, de sokkal eredményesebben is szabadúsz, hogy egy szabadúszót vonz be valamibe, az olyan durván erős önmotiváció hajtja, hogy nagyon tud lendülni. Bizonyítania kell, és nem kell külön motiválnod, mert ő motiválja magát, mert van benne valami fajta tűz, amiről szintén beszéltünk előbb. Tehát, hogy mindenki jól jár ezzel a folyamattal, ami egyébként zajlik. Ez érdekes el. Egyébként, igen, hogy meg az is fontos, hogy szerintem mikor jön a nők életében el a váltás. Az egyik nagy, ez tényleg a gyermekek születése, amikor van 1-2-3 éved, arra, hogy átgondolt, hogy tulajdonképpen most... Újra szervezd magadat. Így van. Tehát, hogy, és még hát, ha nem vállalkozó vagy egyébként, tehát ez is nem mindegy, hogy te alkalmazottként, neked lesz egy kis időt, 2-3 évet, hogy otthon legyél, közben kapsz fizetés, és akkor ott majd el vagy, és kötögetsz, mert aztán éppen ezzel fogsz foglalkozni. Vállalkozóként te ugyanúgy oda kell magad tenned, és ugyanúgy dolgoznod kell, mert abból van a bevételed, és abból nem eshetsz ki, ha csak nincs egy erős védőhálód. Igen, ma még az szerintem ez a kisebbik rész, aki vállalkozóként megy el szülni, és azt gondolom, muszáj arról beszélni, hogy ha ezt csinálod, vagy ezt teszed, vállalkozóként mész el szülni, akkor ott egyszer muszáj, hogy legyen mögötted egy stabil háttérország, mert abból mondjuk főleg, hogyha katás vállalkozóként elmesz. Jelentkezem, nálam ez mind fennáll. Hát trenni az is már az egészre, tehát, hogy igen, ez egy másik faj. Elő kell takarékoskodnod. Igen, így van. Így van. Megoldani. Igen, vagy azt megnézni, hogy akkor
a férjed mennyire tud, vagy a partnered mennyire tud ebben segíteni. És nagyon sok váltásnak, ugye a nőknél ilyenkor átgondolják, hogy mit szeretnének, el tudnak végezni egy-két tanfolyamot, elindítani kicsiben egy vállalkozást, tudod, a gyerek mellett, és látni, hogy az működik-e, mert aztán egy-két év után apuka azt fogja mondani, hogy szuper kicsim, csináltad, próbáltad, és akkor mennyit hoz az egész? És akkor látják, hogy ez most megéle, vagy nem él meg. Ez az egyik. A másik, hogy az nagyon sokan, amikor kisbabával otthon vannak, valahogy ilyen gyerekekhez kapcsolódó vállalkozásokat kezdenek kézműveskedni, stb. De hogy igazából meg nagyon telített a piac. Tehát, hogy mindig azt próbálom erősíteni, hogyha valaki egy jó marketinges volt, akkor nem biztos, hogy a, mit tudom én, a Waldorf babák készítése hozza a legnagyobb piaci sikert. Meg lehet csinálni hétvégi vásárokon, de ha valaki jó marketinges volt, szerintem egy szabadúszó marketinges után 10 kézzel kapnak a KKV-k, és hogy igenis azt kell kipróbálni, mert hogy nagyon nagyot váltani, abban mindig nagyon nagy a rizikó, de aztán persze éppen most írtunk a Kódkul kapcsán egy olyan lányról, aki orvosnőnek tanult, és melleste fest, és de érezte, hogy ez nem az ő hivatása, nem az ő útja, és azért még elment rezidensnek is dolgozni, de aztán közben programozóként átképezte magát, és most programozó lesz, és úgy érzi, hogy megtalálta a helyét, és hogy teljesen kiteljesedett. Tehát, hogy nagyon nehéz ez, hogy mi az, ami téged boldoggá tesz. Én például érzem azt, hogy bennem is bennem van a váltás igénye, az, hogy csinálom ezt a PR-t, de hogy lehet, hogy 5 év múlva már nem ezzel szeretnék foglalkozni. Tehát most visszatértem megint az újságíráshoz, a filmezéshez, amit nagyon-nagyon szeretek. Tehát, hogy egyszerűen ez annyira jó dolog, és ettől mindig friss lesz az ember, hogyha képes arra, hogy változzon. És pont így van rendben, hogy nem kell ragaszkodnunk ahhoz, amit és most említetted ezt az 5 évet, nem biztos, hogy látod, hogy mi lesz 5 év múlva, és biztos, hogy nem látod, csak lehet esetleg egy jövőképet. Nyilván jó, ha van egy jövőképet, de hogy ne ragaszkodjunk, szerintem feltétlenül ahhoz, hogy na majd 5 év múlva ez meg az lesz, mert annyi minden változik, tehát hogy ne akarjunk a saját kis áramlatunknak egy ilyen vétfala lenni, hanem egyszerűen most ebben szeretnék kiteljesedni, most abban, hogy én is több területen dolgozom, és mindig megvan adott évben az a része, amivel éppen nagyon szívesen foglalkozom. De az hogy ez is vár. Igen, az a súlypont. Szerintem ezzel legyünk tisztában, és hogyha azzal tudunk foglalkozni, akkor is meg tudjuk engedni magunknak, akkor abban nagyon rendben lehetünk, akár sikeresek, jelentse ez mondjuk esetleg azt, hogy önazonosak vagy elégedettek, hogyha követjük azt, hogy mivel szeretnénk foglalkozni. Nem? Ahogy látsz, valami olyan közös pont a sok váltásos történetben, aminél azt érezhet, hogy na igen, ez egy jó irány a váltás, tehát hogy volt-e valami olyan közös pontja a történeteknek, hogyha valaki váltani akar, akkor tudja, hogy igen, ez tényleg elég erős erő belül, hogy ezért érdemes lépni, mert azért gondolom, hogy sokan gondolkoznak ebben, de aztán mégse lépnek. Vagy esetleg egy folyamata, van-e ilyen szakasz, ami úgy általában megjelenik is. Vagy nálad hogy volt ez? Bennem volt az igény, hogy valami mást csináljak, hogy már éreztem, hogy például nem tudok fejlődni egy szint után, azért 18 évig dolgoztam egy helyen, és éreztem, hogy nem lehet hova, nincs hova lépni. Amikor már 25-ödjére megcsinálod ugyanazt a történetet, vagy ugyanazt a hírt megírod nagyjából évről évre, akkor érezted, és akkor utána nagyon vicces volt, vagy hogy én volt? Eldöntöttem, hogy váltok, és akkor kitaláltam, hogy Gánából fogok gyöngyöket hozni. És, szóval vannak ilyen vadhajtások, de szerintem ez minden történetnél így van, valahogy így kezdődik. Igen, nem? És aztán én részt vettem a dobantó képzésen, ezt a Budapest Bank támogatja, ahol elmentem, hogy akkor én Gánából fogok gyöngyöket hozni, és akkor majd azt értékesítem, tuti biznisz. És akkor ott voltak a többi lány, a csajok, és akkor kérdezték, hogy figyelj, Olgi, hogy meg kéne írni nekem egy ilyen kis anyagot, hogy és akkor ezt így el kéne juttatni, mit tudom, hogy felfigyeljenek a vállalkozásra, ami mondom, hogy ismerek itt mindenkit, tehát jó, akkor te női vonal vagy, akkor neked ide, oda, és akkor ott ültem, és gondolkoztam, hogy miért akarok gánai gyöngyökkel foglalkozni miközben, tehát hogy abszolút ott fogalmazódott meg bennem, hogy PR-rel szeretnék foglalkozni egy hosszú távon, és akkor már mindenki csodálkozott, amikor a 2 hónap végén a 21. század kommunikációt publikáltam, de hogy sokszor így szerintem külső hatások vezetnek rá.
Ez nagyon érdekes, hogy kinél mi okozza a váltást, tehát... Egyszerűen csak lehet kiég, nem? Így van. Nagyon sok ilyen vállalkozóm, ami csoportban vagyok, vagy részmunkaidős női csoportokba, álláskereső csoportokba, és pont tegnap jött egy ilyen, hogy írjátok már meg, hogy ti miért akartok váltani, és annyi történet jött, és mindenkinek más valahol a története, de mindenkinek az volt, hogy egyszerűen érezte, hogy nem volt már boldog, és boldog. Tehát, hogy igen, nem volt boldog a munkájában, és szerintem az nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat abban, amit csinálunk, mert ezt túl sokáig csináljuk ahhoz, hogy ez ne legyen jó. Mert legalábbis úgy érezzük, hogy tartunk ezzel valahova, és egy fontos, számukra fontos területet tölt ki a munkánk, hát azért elég sok időt töltünk munkával. Tök érdekes, amit mondtál, hogy ilyen vadhajtás, és ez szerintem nagyon sok helyen megjelenik, és az én életemben is volt egy ilyen vadhajtás, mert én mindig marketinggel foglalkoztam, és akkor egyszer csak jött egy ilyen nagyon egészségtudatos életmód pár évig, és utána megcsináltam egy személyedzős iskolát, meg fitnessedzős iskolát, és akkor azzal csak ilyen kis óvatosan kezdtem el foglalkozni, de hogy amikor már egyből rájöttem, hogy az sokkal jobban érdekel, amikor elkészítek egy profin kiadvány szerkesztett edzéstervet olyan cikkekkel benne, ami az életmódról szól, akkor rájöttem, hogy oké, tehát én rendben vagyok ezen a marketing, vizuális kommunikációs vonalon, az csak fontos volt, mert mondjuk a hobbim volt, és akkor kiteljesedtem benne, de az útvonal nem nekem való. De kellenek talán ezek a kis hajtások, hogy megmutassák azt, hogy most irányváltás van, mit csináljak, valami történ, valaminek történnie kell, nem? És az a legjobb az egészben, én is egyébként meseblogot kezdtem a legelőször írni, hogy mindegyiknek van valami olyan hozadéka, amiért utána látod, hogy az egy láncem volt aztán az egészben. Tehát, hogy mindegyik valamilyen módon előre visz. Hát viszont ezt csak mindig utólag látjuk, azokat a lépéseket, hogy igen. Azt gondolom, hogy egyébként muszáj segítséget kérni, amikor az ember elakad. Tehát, hogy nem szabad szégyelni azt, hogy tanácsra van szükséged, hogy akkor melyik a megfelelő út, és egyébként annyira sok, akár nekem ez a nőnökém, hogy egy női vállalkozó, egy másik női vállalkozótól kérjen segítséget, egyébként nálunk is van erre lehetőség, hogy feltöltsék, bemutassák a saját vállalkozásukat, és akkor én nekem ez az álmom, hogy amikor szükségem van egy jó marketingesre, akkor igenis egy másik női marketingest hívjak segítségült, és ezzel is egy másik nőt, vagy egy másik családot támogatok. Tehát, hogy egy kicsit tartsuk már össze, mert ez annyira jó dolog, és hogy annyian foglalkoznak, akár pénzügyi tanácsadással. Én is elhívtam egyet, akivel átbeszéltük, hogy mondjuk mekkora költségkeret kell ahhoz, hogy ez a női váltó működjön. Dobtam is két hátast. Igen, mindig kettővel kell megszorozni, mint amit az ember először így gondol, van, ilyen nagy lelkűen, vagy ilyen. Így van, írogatunk egy kicsit, jó lesz az. Igen, és szoroz meg kettővel. Így van. De hogy erre vannak karrierkócsok, és olyan jó emberek vannak, és azt szerintem az ember csak egy picikét körbenéz, akkor már talál olyat, akinek elfogadja a nézeteit, vagy aki csak elkezdi végigvinni egy úton, és aztán azt mondja, hogy köszi szépen, most már rájöttem, és majd én egyedül végig gondolom ezt az egészet, de hogy elindít benne egy ilyen gondolatfolyamatot. Ez szerintem is nagyon-nagyon kulcsfontosságú, de akkor ezek szerint az oldalatokon, hogy a körbenéz valaki, akkor erre is talál esetleg segítséget, igaz? Abszolút, meg hát ez terv is, szeretnék majd több olyan eseményt, ahol konkrét tapasztalati tudással jöhet ki az ember, tehát nekem ez, én nagyon szeretném, hogyha lenne olyan eseményünk, ahova eljönnek mondjuk, és tartanak egy-két coaching órát, és akkor látja az, aki eljön tapasztalatlanul, vagy tanástalanul, hogy akkor most mit kéne. Hogy akár csak annyiban, hogy tudod, hogy láss, hogy néz ki egy karriercoaching, mert mindenkitől úgy fél, Jézus Atya Úristen, ez mit jelent, miről kell beszéljek. Meg hát, hogy hallja, hogy másokkal mi van. Ugye a Winspirationben is pont ez a női erő iszonyat erős, amikor mesélnek magukról, hogy ők hogy kezdtek bele, vagy milyen éppen adott vállalkozásban, vagy egy új pozícióban, egy új szakmában, milyen félelmek voltak, milyen gátak voltak, és amikor hallod, mit tudom én, 30 másik embertől hasonló történetet, mint ami benned is dolgozik, vagy hasonló problémákkal küzd meg, akkor úgy érzed egyrészt, hogy nem vagy egyedül, másrészt tudsz vele beszélgetni, kapcsolódni, ők mindent keresztül, és feltöltés, hát akár egy irányvonalat mutat, de akár a mi podcast adásunk is ugyanígy iránymutathat, hogy... Egy csomóan írnak arról egyébként, hogy futás közben ilyen podcastokat hallgatnak, és hogy abból inspirálódnak. Én is akkor... a podcastokat hallgatok. Én is. Futás közben meg előadásokat. Igen, ez a podcast nem véletlenül lett nekünk is. Az egyik részben nők az úton, hiszen út közben hallgatott sok esetben, vagy van, ami közben. Tehát, hogy igen, hogy merítsünk más nőkből. És a történeteknek ereje van.
egy-egy jó történetből szerintem te is nagyon sokat ki tudsz menni. Nagyon. És azért fontos, és azért írunk mi is mindig arra, hogy mindenki írja meg a történetét, és nagyon sokan jönnek, és aztán látom a kommenteket alatt, hogy úristen, de jó, hogy ezt megírtad, hogy... És merjük is elmondani a történetünket. Igen, mert tudod, engem sohasem az érdekelt, aki mögött ott áll egy hadsereg, a három babysitter, meg az anyós, meg anyuka, meg minden. Nekem a szüleim is, meg anyósom is 200 kilométerrel van, és bár sokat segítenek, amikor tudnak, de igazából egyedül vagyunk a férjemmel megoldani mindent, de hogy attól még vannak kis, apró kis trükkök, amivel az ember tud magán segíteni, vagy a vállalkozását segíteni, és ez olyan jó lenne, ha ez közkincs lenne, és mindenkinek azt, hogyha a másiknak jól megy, az örömet okozna. Igen, na csak itt megérkezünk, hogy egy magyar kultúrában élünk, amit ugye változtatnunk kell. Nem, hát ez pont szerintem nem az ez változásban van. Minden változásban van nyilván, de attól még erőteljesen a magyar kultúrára az jellemző, hogy irigyek vagyunk, és nem örülünk a másik sikerének. De mi azon vagyunk, nagyon sokkal azért, hogy ez másként legyen, és inkább erőt merítsünk belőle egy fejlődő. Szerintem ez már a mostani generációnál ez is változik. Régebben ez jobban jellemző volt, hogy hát nyilván van mögöttünk egy olyan történelem, ami ezt segítette, de hát igen, új generációk, új minták, ami aztán szépen lassan szóródik, és hát a nők ébredeznek, éledeznek, és mennek neki a változásnak, úgyhogy... Nézzétek meg a nőiváltó.hu-n a sikertörténeteket, a változásról, váltásról, illetve írjátok meg a saját történeteket a mi Facebook oldalunkon, illetve vagy az Instagram oldalunkon, igen, vagy akár olgéknek is elküldhetitek, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Köszönjük szépen, hogy köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Köszönjük, hogy meghallgattatok, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!